Én 3 évvel ezelőtt álltam fel az igazgatói székből, és választottam az önmegvalósítást, ezen belül is a festészeten belül nagyobb megéléseket, illetve önismeret útján indultam el még nagyobb iskolákat elvégezni. Azért csatlakoztam el hozzád, mert nem akartam azon művészek közé tartozni, akiknek a haláluk után ér sokat a festményük, hanem már életemben szeretném élvezni annak a gyümölcsét. És mivel tudjuk egy művész eladni, nem nagyon tudja magát. Még nagyobbat merek álmodni. Amit nekem a közös munka adott, az az, hogy van létjogosultsága annak, amit én tudok. És hogy mennyi embernek tudok a művészetterápiával segíteni, illetve a festészet által is, például egy konkrétum, jövő májusban egy jótékonysági esttel összekötött kiállítást szervezünk, és mondjuk ezt 2 hónappal ezelőtt meg sem mertem volna elmondani, hogy én ilyenbe belefogok. Hát amit újonnan felfedeztem magamban, az a gyereki énem. Újra megmerem élni azt a kislányt, aki bennem van, és sokkal jobban merem önmagam vállalni, mind külsőleg, mind belsőleg, mint mondjuk 3 hónappal ezelőtt. Én eleve úgy jelentkeztem erre a tréningre, hogy tudtam, hogy nem lesz időm. Tehát pont a mély életemnek a mély pontján voltam, ahonnan próbáltam kijönni, és ugye erre vettem még magamra egy tehert, de pontosan azért, mert előre gondolkoztam. Tehát nem akartam úgy járni, hogy január 1-én ott állok, hogy úristen, mit fogok csinálni, hanem én már előre gondolkoztam, hogy most a december végéig lerakom a terheimet, és újult erővel kezdek a vállalkozásomba. Jelenleg a kapcsolatom a pénzzel, most már kezdünk szerelembe esni egymással. Régen nem ilyen volt. Én ajánlanám ezt a kurzust minden velem egykorú vállalkozónak, nem vállalkozónak, akik még a régi rendszerbe ragadtak benne, és teljesen más múlttal, más felfogással jövünk, és nagyon nehéz ezen változtatni. És nekem segített nagyon sok dolgot lerakni, és bátran hajrá! Minden úgy jó, ahogy van!